És hát üdvözlök már, srácok, mindenkit, hello, hello, sziasztok, én vagyok. És hát, ja. Érkeztük ez a videóhoz is, mert egy accountot akartam volna trédelni. De hát próbáltam volna. Na, szóval, igen, átszkemmeltek. Lényeg, ami a lényeg, gyerek fogta ugye rám, mert hogy érdekelni az ak, elhúzta egy hétig az egészet, mondom, jó, leszarom. Húzza, csak nyugodtan. Addig oké, elhúzta egy hétig. Utána ma ráírok, hogy akkor érdekli, vagy sem, azt mondta, érdekli. Fogta, hogy ő nem ad előre, én nem mondom, jó lesz, adok előre, úgyis van 2 FA. Az accountom. Na igen, de ilyenkor jön az, hogy az Epic Games egy fos, és nem küldött 2 FA-ra semmit nálam. Szóval, ja. Az így csodálatos. Nem küldött semmit, csak 2 FA-ra. Ott én már rage-áltam, hogy ó, ez meg ez már fix lose. Igen, egy órán keresztül, itt már ugye letiltott engem, utána elkezdtünk Discordon irogatni a csávóval, hogy mi is volt, meg hogy akkor, akkor most ő jön, ő is adja a dolgot, na ő nem adott semmit. Szóval, ja. Ez ilyen nagyon kis csodálatos dolog. Vigyázzatok ezzel a gyerekkel, ne trédeljetek vele soha. Fogja, letiltiteket, átvasz. Ez, az, neki meg még előre soha ne adjatok. Ennyit tanuljatok meg. Én már harmadjárásségben ebben a hibában, hogy előre adtam. Az a baj nekem mindig jó a lelkem, és én mindig előre adok, mondom, jól lesz, hanem akkor adok előre. Aha, csak egy kis, csak léteznek egy kis nyomorékok, akik ezt így élvezik, hogy másoknak elveszik a dolgait, és ezt így annyira így élvezik ők. Ezek olyanok, mint Save the World, Scammerek, Fortnite-on belül. Te fullból ugyanolyanok. Annyi, hogy itt ők accounttal scammelnek. Kár, hogy nem raktam be inaktívan, hogy ezt az accountot pedig annyira megérdemelte volna a gyerek. De mindegy, szólja, ja, srácok, vigyázzatok ezzel a gyerekkel, egy nagyon-nagyon nagy scammer. Szóval, ja, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én voltam, találkozunk legközelebb, és nálam, sziasztok!